Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Köszönöm, hogy ennyire türelmesen vártatok a következő videómra. Körülbelül 2 hónapja nem töltöttem fel semmit, ennek különböző oka volt. Az egyik az, hogy elköltöztem, és 2-3 hónap múlva újból költözni fogok. Jelenleg Londonban nagyon nehéz kibérelhető házat találni. És igen, ezzel szenvedtem egy jó ideig, meg másokra is voltak. Lehet fogok erről egy videóban beszélni később, de nem tudom. Ma viszont egy újabb bűnügyi esetet hoztam el nektek. Bánga Rita Mónika eltűnéséről fogok nektek beszélni. Köszönetet szeretnék mondani Rita lánytestvérének, aki hónapokig dolgozott velem együtt azért, hogy be tudjam ezt az esetet nektek mutatni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz volt számára az egészről beszélni, de fontos, mivel be szeretnénk Rita esetét mutatni, hát ha lesznek fejlemények a videóm után. Bánkagyi Rita Mónika Székelykeresztúrban született 1973. április 12-én. Romániából családjával egy adott pillanatban Magyarországra költözött, egy ideig Szegeden élt, majd úgy döntött, hogy külföldön is megpróbálja a szerencséjét. Ritát egy elképesztően jó lelkű személyként ismeri mindenki, olyan típusú ember, akire mindig minden esetben lehet számítani. Ha problémád van, Ritát hívod. Két nagy szerelme az olvasás és a túrázás. Nem amatőr túrázó volt, de nem is egy olyan személy, aki napokig menne el nagyon kemény terepekre. Az esetünk Ausztriában találja Ritát, de nem ez volt az első hely, ahol élt az évek során. Eltűnésekor Heiligenblut városában élt, és Glocknerhof nevezetű hotelben dolgozott cukrászként. Szezonmunkásként legtöbb idejét munkahelyén töltötte, és itt is barátkozott, 3 lányjal volt jóba, ezek közül néhányan magyarok is voltak. Családjával, édesanyjával és lánytestvérével, mint megláthatjátok majd, nagyon jó kapcsolatban volt. Lánytestvére 2013. augusztusának elején ki is ment hozzá Ausztriába meglátogatni, és eltöltöttek néhány hetet együtt. Az esetünket 2013. szeptember 3-án kezdjük. Rita aznap még dolgozott, 8 óra körül a kantinban beszélgetett a hotel egyik magyar szobalányával, és elmondta neki, hogy másnap, mivel szabad napos, kirándulni készül. Megkérdezte a szobalányt, hogy el szeretne vele menni, de a szobalánynak munkája volt, ezért nem tudott, visszautasította. 9 körül ért véget Rita váltása, és ezután hazament. Lánytestvére szerint Skype beszélgetést folytatott ezután vele és édesanyjukkal, és ebben elmondta, hogy másnap szabadnapos és kirándulni készül. Sajnos Rita nem mondta el lánytestvérének, hogy pontosan mikor és hova szeretne menni másnap. 2013. szeptember 4-e az eltűnés napja, aznap 10 óra körül Rita beszélt a szomszédszobában lévő férfival, aki amúgy pincérként dolgozott a hotelben, és akinek erkélye szomszédos volt Ritáéval. A férfi elmondása szerint Rita az erkélyen ült és a laptopján dolgozott, mikor beszélgetésbe kezdte. A beszélgetés témája a következő volt. Ez a pincér fiú a szállás konyháján talált egy Rita által írt, kézzel írt levelet, melyben arról beszélt, hogy valaki ellopta a lány pizzáját a hűtőből. A pincér úgy érezte, hogy az ő felelőssége, hogy utána járjon, hogy kilophatta el ezt a pizzát, és ezért elkezdett beszélgetni Ritával. A férfi szerint olyan 11-15 perc és 11-30 körül Rita elhagyta a szállást, hátizsákot viselt, ezt az egészet a férfi az erkélyéről látta. A nyomozás során megtudják, hogy Rita aznap álláskeresést folytatott, a következő szezonban ismét Ausztriában próbált munkát találni, ugyanabban a városban, de nem ugyanannál a hotelnél. Erről beszélt lánytestvérének is, de nem mondta el pontosan, hogy miért nem szeretne ugyanabba a hotelbe visszamenni. Tudjuk azt, hogy voltak problémái munkavállalójával, mivel azok soha nem voltak megelégedve semmivel, amit Rita tett. Szerintem ez mindenkinek ismerős, főleg ha szezonmunkás vagy. De nagyon szerette a helyet, ahol volt, és ugyanabba a városba szeretett volna visszamenni. Skype-on próbált egyeztetni interjúkat, és néhány e-mailt is írt ezzel kapcsolatban. Az egyik konyhai munkás elmondta, hogy ő minden nap 11-20 körül megy a személyzeti ebédlőbe, és aznap is épp a kantin felé tartott, mikor találkozott Ritával. Megkérdezte Ritát, hogy mit csinál aznap, aki elmondta, hogy szabadnapos és túrázni készül. A két személy elköszönt egymástól, majd Rita elhagyta a személyi szállást, ez pontosan 11 óra 11 perckor volt. A létező videó felvételen az látszik, amint Rita elhagyja a személyi szállást. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen öltözékben volt, de a felvételen, amin szemcsésebb, úgy tűnik, hogy valamilyen fajta sportosabb szandában lehetett. Egy kékes, fekete, fehér mintásba. Egyesek szerint derekára lehet egy jacky kötve, és háti táskával lehet. Ismétlem,
Egyrésztről azért nem tudjuk ezt biztosan, mivel elég szemcsés a felvétel, másrésztről pedig fogok erről az egészről beszélni, és mai napig nagyon kevesen látták ezt a felvételt, és a család számára ez soha nem lett elérhetővé téve. Rita lánytestvére megjegyezte, hogy számára nagyon furcsa az, hogy szondát viselt aznap, mivel mikor augusztusban elment lánytestvéréhez, az ajánlotta neki előre, hogy vigyen bakkancsot, mivel abba lehet nagyon jól túrázni. 2013. szeptember 5-én, reggel 9 óra 30 perckor a Heiligenblut-i rendőrkapitányságot felhívja a hotel recepciósa. A recepciós elmondja, hogy a konyha egyik cukrásza, Bángagyi Rita Mónika nem jelent meg aznap munkahelyén, ami aggodalmat keltett, hisz ez nagyon nem volt jellemző rá. Ahogy a rendőrség megkapta ezt a hívást, ki is mentek a helyszínre, és az volt az első lépés, hogy megpróbálták bemérni Rita telefonját. Ritának két telefonja volt, egy magyar és egy osztrák telefonszámmal rendelkező, és mikor ezt megpróbálták bemérni, kiderült, hogy a nő egy 5 kilométeres sugarú területben tartózkodhatott. Rita működő telefonja szeptember 5-én végig be volt kapcsolva, majd szeptember 6-án 10 óra 48 körül lemerült, vagy pedig ki lett kapcsolva, ezután már nem lehetett bemérni a pontos helyt. A már említett magyar szobalány felvette ekkor a kapcsolatot a rendőrséggel, és elmondta nekik, hogy 3-án beszélt Ritával, majd pedig 4-én az eltűnés napján megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot, sajnálta, hogy nem tudott elmenni vele kirándulni, és ezért meg akarta hívni vacsorázni. Többször felhívta Ritát, aki nem vette fel a telefont, mire a lány az egyik barátnőjével együtt elment Rita szobájához, és bekopogtattak, hát ha otthon van, sajnos nem volt senki otthon, és ezért a lány ragasztott egy cédulát Rita ajtajára, amiben azt állt, hogy később, mikor hazaér, menjenek el vacsorázni. A lány azt is elmondta a rendőrségnek, hogy mikor felhívta Rita telefonját, akkor egy német robotizált hang mondott valamit, de a lány nem igazán értette, hogy mi volt pontosan, hogy azt mondta el, hogy ki van kapcsolva a telefon, vagy pedig az üzenet rögzítő lett volna, de ez a lényeg, hogy ez a robotizált német hang vette fel a telefon, nem pedig Rita. A szobalány által írt cetli végig ott maradt az ajtón, még akkor is ott volt, mikor a rendőrség megérkezett, senki nem mozdította el. A keresést is elkezdték, hegyi mentők, búvárok, tűzoltók, rendőrök és önkéntesek is csatlakoztak ehhez, de semmit sem találtak. Ez a keresés 5-től 8-áig tartott. Október 9-ig még összesen 6 további keresési akció is indult. Az utolsó helikopteres kutatórepülés december 17-én történt sikertelenül. Az évek során az Osztrák Köztársaság Belügyminisztériuma többször felvette a kapcsolatot a családdal, és a következő kép írják le azt a területet, ahova Rita állítólag kirándulni ment. Alpesi magashegyi terepről van szó, sziklaszakadékokkal, ahol egy személy megtalálására irányuló teljes körű keresés ennek megfelelően nehezen alakítható, illetve a terepadottságok alapján részben lehetetlen. Ebből azt érthetjük, hogy egy nagyon veszélyes terepről van szó, ahol könnyű eltűnni, és amit nehéz felkutatni. Viszont azt is hozzá kell tegyük, hogy Rita nagyon körültekintő volt, szeretett kirándulni menni, de nem volt merész. Szóval nem ment volna olyan helyre, amit tegyük fel, letért volna a megadott útról. Persze ez nem azt jelenti, hogy balesetek nem történhetnek, de mai napig sem találták soha semmi nyomát Ritának. Sem a hátiságot, ami nála volt, sem egy ruhadarabot, semmit. A személyzeti lakóház környékén 3 biztonsági kamera volt, és ezeknek felvételeit a hotel adta át a rendőrségnek. Nem tudjuk pontosan, hogy mit található ezen a biztonsági felvételen, nagyon komplex az esetek körül, de annyit tudunk valamennyire biztonsággal, hogy az egyiken látható, amint Rita elhagyja a személyzeti szállást, majd feltehetően ránéz az órájára, és elindul a hegyek irányába. A pontos irányt állítólag a második kamera mutatja, nem tudjuk, hogy a harmadik kamera mit mutat. 2014. február 14-én a biztonsági felvételeket állítólag megsemmisítették, viszont 2018. február 21-e körül Ausztria egyik leghíresebb tévéállomása, az ATV, beszélt Rita eltűnéséről egy dokumentumfilmben, vagyis hát egy ilyen sorozat, egy dokumentum sorozat, ami minden epizódban más dolgot mutatnak be, és ebben az epizódban 3 eltűnt szeméről beszélnek, az egyik közülük Rita. Ebben bemutatták az egyik biztonsági kamerának a felvételét, amit nem tudjuk, hogy ez a stáb honnan tudott meg, vagy honnan kapott meg.
ebben az esetben a családnak is bemutatták azt a felvételt, amit kaptak, de nem adták át a felvételeket. Meg kell jegyezem, hogy mindenhol megpróbáltam találni ezt az epizódot, ami szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy már nincs online. Megpróbáltam felvenni ezzel a TV adóval a kapcsolatot, de nem válaszoltak sajnos. Már hónapok óta dolgozok ezen az esetben, és azóta sem válaszoltak. De ha esetleg valaki megtalálja ezt valahol, akkor küldjétek el nekem. Beteszem a címet, és hogy pontosan mikor lett levetítve az epizód. De mondom, mindenhol megkerestem, sehol sem található. A lánytestvér tudja, hogy egy adott pillanatban maga ennek a dokumentum sorozatnak a weboldalán megtalálható volt az epizód, most már nem az. A rendőrségi munkára visszatérve, a lány szobájában nem voltak dulakodásra utaló nyomok, a szobában voltak a lány személyes tárgyainak egy nagy része, DNS mintát is vettek amúgy a helyszínről. Csupán néhány nappal az eltűnés után, szeptember 8-án egy helyi ápolónő felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, és elmondta, hogy Rita eltűnésének napján 4-én, 19 óra 45 perckor látta a személyi szálló közelében Ritát. A szemtanú állítása szerint Rita világos színű jackiben volt, és kiránduló botok voltak a kezében. Később elmondta, hogy nem biztos a botokban, de biztos abban, hogy Ritát látta, és hogy egy világos jackit látott rajta. A következő információra nincs pontos dokumentációm, de Rita lánytestvére szerint ez az ápolónő autójával ment haza, mikor az út szélén látta a Ritát. Először úgy gondolta, hogy a lány azért állt meg az út szélén, hogy ugye elengedje az autót, vagy kis utcáról lehetett szó, de aztán arra is gondolt, hogy lehet, hogy várt valakire épp Rita. Nyilvánvalóan, ahogy megtudtak az eltűnésről, Rita és családja elment Ausztriába, és segítettek a keresésben. Az elsődleges nyomozás után és a sikertelen kutatómunkák után saját kezükbe próbálták is venni az ügyet. Mikor visszamentek Magyarországra, megpróbálták felvenni az ottani budapesti rendőrséggel a kapcsolatot, akik viszont elmondták, hogy ugye nincs semmi közük az osztrák hatósághoz, és ezért nem tudnak segíteni semmiben az eltűnéssel kapcsolatban. Teltek a hónapok, aztán 2014 márciusában a családnak elmondja a rendőrség, hogy Rita nem emelt ki nagyobb pénzösszeget magyar bankszámlájáról eltűnés előtt, és azt is megjegyzik, hogy nem volt osztrák bankszámlája. Csupán március végén, az első beszélgetés március elején volt, és március végén már egy olyan üzenetet is kapnak a rendőrségtől, melyben elmondják, hogy Ritának valójában volt osztrák bankszámlája, csak eddig erről nem tudtak, és a hotelben dolgozóktól tudtak meg, hogy erre kapta a fizetését. Szóval Rita szeptemberben tűnt el, még márciusban nem tudták, hogy az áldozatnak volt bankszámlája. Áldozatnak mondom, mivel ugye Rita eltűnt, nem tudjuk pontosan, mi történt. De igen, a rendőrség ekkor még nem tudta, hogy volt egy bankszámlája, amire úgy gondolnád, hogy az első dolog lenne, aminek a rendőrség utána néz. A nyomozásban a következő problémát Rita hívás listája okozta. 2014 körül a család úgy érezte, hogy nem haladnak sehova a nyomozással, és megkérték, hogy a rendőrség vagy az állam adja át a hívás listát a családnak, hát ha ők látnak valamit. Ugye ebben a pillanatban még a család nem tudta biztosan, mi történt Ritával. Igen, lehet, hogy a hegyekbe ment el túrázni, és baleset történt veled, de az is lehet, hogy meg se érkezett a túra helyszínére, idegenkezűség, valaki elrabolta, nem lehetett tudni semmit. Soha semmi ugye nyomot nem találtak Rita után, sem a hátizsákát, sem ruhadarabokat, semmit. Abba sem lehetünk biztosak, hogy miután a személyszállást elhagyta, hova ment pontosan. Bár sokszor kérték, az osztrák állam nem volt hajlandó átadni Rita hívás listáját, mivel jelenlegi büntetőjogi szabályok szerint egy olyan személyes lista, mint egy hívás lista, csak akkor adható át, ha ez, és idézem, egy olyan bíróságilag büntethető cselekmény feltárását szolgálja, amely egy évet meghaladó szabadságvesztéssel büntethető. 2014-ben a felsőbíróság jóvá hagyta azt, hogy a család betekintést nyerjen egy ügyvéden keresztül a nyomozás néhány dokumentációjába. Ez nem biztosította azt, hogy a család bármikor is
ugye engedélyt kapott volna arra, hogy megkapják a híváslistát. Az államügyészség azóta is minden egyes kérelmet visszautasított erre. 2014 áprilisában aztán Rita felkerült az Interpol oldalára, én is így tudtam meg az esetről. Ezzel is voltak problémák legelőször, mivel rossz információkat tettek fel, de azóta ez ki lett javítva szerencsére. A következőkben beszélni fogok nektek néhány szeméről névtelenül, akik csatlakoztak a nyomozáshoz, és akik próbáltak egy adott ponton vagy sem, majd meglátjuk segíteni a családnak. Ezt csak azért mutatom be, hogy lássátok, mennyire komplex, nehéz folyamaton kell átesnie egy áldozat családjának, ahhoz, hogy megpróbáljanak legalábbis tudni valamit, és mennyire nehéz ez az út. De vágjunk bele, és meglátjátok majd, miért beszélek nektek erről az egészről. 2013. szeptemberében, nem sokkal azután, miután Rita eltűnt, a család már felfogadott egy magánnyomozót. A magánnyomozót egy rendőr ajánlotta, aki dolgozott ezzel a férfival. Szeptember 21-én a magánnyomozó egy csapattal együtt kimentek az osztrák városba, és több napon keresztül nyomozást végeztek. Kihallgatták a hegyi mentőket és itt a munkatársait, de sajnos ennek nem volt eredménye. Elmentek a személyi szálláshoz is, és egy rádióesztéta segítségével megpróbálták Rita utolsó lépéseit érzékelni, hogy mondjam így. A következőt zárójában mondom, és egyrészt talán nem. A rádióesztéziáról fogok nektek beszélni. A rádióesztézia egy teljes mértékben okkult áltudomány, akik hisznek benne, sugárzások és energiák segítségével próbálnak következtetéseket levonni, olyan következtetéseket, amiről épp tudni akarnak. A csapat nyilvánvalóan Rita megtalálására használta a dolgot. Figyeljetek, ha egy család személyesen kér meg valakit, hogy kifejezetten ezt a rádióesztéziát használja, hogy megtaláljanak valamit, valakit, teljes mértékben elfogadom, teljes mértékben. De, hogy egy tapasztalt magánnyomozó, akinek hírneve van Magyarországon, így kezdjen egy nyomozást, vagy legalábbis felhasználjon az elejétől fogva, és ezek alapján következtetéseket vonjon le, nem tudom, mit higgyek. Tudom, mit higgyek, de igen, ismertek. Amúgy felteszek egy videót arról, hogy hogyan néz ki ez a rádióesztézia, és döntsétek el, hogy mit gondoltok róla. Nem igazán éltek el. Novemberben a magánnyomozói csapat aztán ismét kiment Ausztriába, de nem találtak semmit. Hogy igazságos legyek, megjegyzem. Belefektettek nagyon sok időt, pénzt és mindent ebbe a nyomozásba, és érdekelte őket, hogy megtudják, mi történjen Ritával. Nem is ezt kérdőjelezem meg, inkább azt, hogy milyen módszerekhez fordultak azért, hogy megtalálják. Nem tudom, úgy érzem, hogy nagyon szkeptikus emberként, és aki valóban hisz a létező tudományokban, nehéz elfogadni azt, hogy egy magánnyomozó így kezdene el valamit. De ismétlem, sok mindent elkövettek, hogy megtalálják Ritát, hogy milyen módszereket használtak, ez már ugye rajtuk múlik és megkérdőjelezhető szerintem. Ennek a magánnyomozói csapatnak persze volt egy véleménye arról, hogy mi történhetett Ritával, szerintük nem eltűnésről van szó, hanem idegenkezűségről. Volt egy olyan elméletük, mi szerint, mikor Rita elindult túrázni, egy autó megállt mellette, és beszállt a lány ebbe az autóba, ez a személy elrabolta, egy férfi, és igen. Ezekre a feltételezésekre soha nem mutattak kézzelfogható dokumentációt, bizonyítékokat, hogy a családnak legyen is joga hinni ebben, de később megszakad a kapcsolat ezekkel a személyekkel, szóval nem is tudjuk meg, hogy miért gondolták ezt az egészet. A következő személy, aki csatlakozik az esethez, egy bécsi magyar ügyvédnő lesz, akit kineveznek Rita távolléti gondnokaként. Az ügyvédnőt egy magyar politikus ajánlotta a családnak, és az ő felelőssége lesz az, hogy segítsen a családnak megkapni különböző dokumentációkat az osztrák államtól és az osztrák rendőrségtől. Ezek a hivatalos helyek az ügyvédnőn keresztül beszélnek majd a családdal. 2014-ben aztán van az is, hogy a család, az ügyvédnő, a magánnyomozó és a rendőrség találkoznak Pécsben, és elkezdenek beszélni erről az esetről, megbeszélik, hogy mik az elméletek, és csak egy ilyen kisebb gyűlést tartanak. Ezután a gyűlés után a család felveszi a kapcsolatot egy második magánnyomozóval. Na már most, erre a második magánnyomozóra hivatkozva felkeresi a családot egy férfi. A férfit csak BI-ként fogom nektek
nevezni, hogy ne legyen összezavaró, szóval ő nem egy magánnyomozó, hanem egy személy, aki a magánnyomozón keresztül felajánlotta a segítségét a családnak, és aki elmondta, hogy már egy ideje foglalkozik ilyen eltűnésekkel, és segíteni szeretne. A család hitt Bailey-nek, és megpróbálták azt, hogy az első magánnyomozó felvegye a kapcsolatot vele, és együtt dolgozzanak. De az első magánnyomozó akkor elmondta, hogy erre nem hajlandó, és ezért visszavonta a megbízást, szóval úgy eldöntött, hogy nem dolgozik többet Rita ügyén, ez az első magánnyomozó. Ekkor a család már csak az ügyvédnővel maradt, és B.I. nevezetű férfival. Meg kell említsem, hogy az első magánnyomozó gyakran a család szemére hányta azt, hogy ők más úton próbálnak tevékenykedni, és nem hagyják, hogy a magánnyomozó egyedül dolgozzon ezen, és hogy mit gondol a család, hogy mindig máshova mennek, és más emberekkel veszik fel a kapcsolatot, és ezzel megakadályozzák az ügyet. Megkérdőjelezem azt, hogy milyen fajta személy vagy, aki egy áldozat családjának szemrehányja azt, hogy a család mindent megpróbál annak érdekében, hogy megtudja, mi történt a szerettükkel. Milyen szituációban mondanál azt valakinek, hogy el se hiszem, hogy ennyi mindent elkövet, és mindenbe belevágod az orrod ezzel kapcsolatban, hogy mindenkivel felveszed a kapcsolatot, mikor csak bennem kellene bízzál. Nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatban. Eltelt jó néhány év, és B.I. nevezetű férfi még mindig dolgozott az eseten. 2016. decemberében a család váltságdíjat fizetett, mivel ez a férfi azt állította, hogy valaki felkereste, és elmondta neki, hogy tudják, hol van Rita, és hogyha kifizetik ezt a váltságdíjat, akkor karácsonyra haza is jöhet. Ugyanebben az évben a férfi állítása szerint valaki felhívta egy román telefonszámról, és megfenyegette, hogy ne nyomozzon Rita esete után. 2018-ban B.I. azt állította, hogy több keresést is indított Ausztriában, hogy megtalálja Ritát, de ennek semmi eredménye nem volt. Közben őt letartóztatták, hogy pontosan miért azt még nem tudjuk, és a család is, Rita családja is később egy bírósági eljárást indított ellene a váltságdíj miatt, amit bár kifizette, ugye Ritát soha nem kapták vissza. 2020-ban majd az osztrák rendőrség kijelentette egy dokumentumban, hogy minden, amit ez a férfi állított, hazugság, és semmivel nem tudják előtámasztani azt, amit ő bármikor is állított. Meg kell jegyezem, hogy mindezek ellenére a család ugye reménykedik abban, hogy lehet, hogy valami kicsi igazság volt abban, amit a férfi mondott, reménykednek ebbe. Ezt a három szemét, a magánnyomozót, az ügyvédnőt és a B-t azért mutattam be nektek, hogy lássátok, milyen komplex egy ilyen eltűnési nyomozás, és hogy mivel kell megküzdeni a családnak. Nagyon sok emberben hiányzik a megértés és az együttérzés azzal kapcsolatban, min megy ez a család keresztül. Sokak szemrehányják a lánytestvérnek mai napig, hogy nem hagyja az egészet nyugodni. És nincsenek szavaim, mert egy, ki mondaná ezt egy áldozatnak? Kettő, ki az, aki nézi ezt a videót, és nyugodt szívvel azt mondanád, hogy hát igen, 10 év után, ha szerettem eltűnne, azért már ideje lenne túllépni ezen az egészen, vagy értitek. Nagyon megkönnyeztem ezzel kapcsolatban, hisz egyesek számára könnyű lehet valakinek azt mondani, hát igen, az életed menj tovább, lépj tovább ezen az egészen, kezdj valamit az életeddel, nem ebből áll, de mai napig nektek is beszélek olyan esetekről, ami az 1970-es években történt, és a család még mindig tudni akarja, mi történt a személlyel. Igen. Aki nézi a csatornámat, tudja pontosan, miről beszélek, szóval. Visszaugrok egy kicsit 2019-re. Egy helyi férfit ekkor kikérdezett a rendőrség. Ez a személy azzal dicsekedett valakinek, hogy ő az egyetlen személy, aki megtalálhatja majd Ritát. Hullakereső kutyákkal ekkor a rendőrség átkutatta a férfi fogadóját és annak területét, de nem találtak semmit, ezért megszakították ezt a nyomozást. Meg kell jegyezzem, hogy az, aki elment a rendőrségre ezzel az információval, az, akinek ez az állítólagos férfi dicsekedett, az a pincér volt, aki Ritával szomszédosan élt, akivel Rita utoljára beszélt aznap. Ezzel a szomszéd pincérfiúval kapcsolatban még annyit megjegyzek, hogy Rita panaszkodott családjának, hogy ő nagyon gyakran hangosan
tartott telefonbeszélgetéseket az erkélyen, és ezeknek a témája zavaró volt Rita számára, de nem tudjuk, mi volt a téma, valamint az, hogy a férfi weboldalán keresési felhívást tett rögtön Rita eltűnésével. Eltűnése után, ezért is a rendőrség és a család is felfigyelt rá, de ugye soha senkit nem gyanúsítottak meg ezzel kapcsolatban. Rita nyomozása még mindig nyitott, a rendőrség nem tudja, mi történt vele, az a feltételezésük, állításuk szerint, hogy elment az erdőbe, elment a hegyekbe pontosabban túrázni, és baleset történt vele, de mivel még ezt se tudják bebizonyítani, mert semmi nyomunk semmire egyáltalán, ezért nyitott az ő. Idén 2022-ben a család még mindig tevékenykedik azzal kapcsolatban, hogy megtudja, mi történt Ritával, felvették a kapcsolatot az osztrák bírósággal, és egy panaszt nyújtottak be a nyomozásban résztvevő egyik személlyel kapcsolatban, és ebben a levélben az az érdekes, hogy Rita neve alatt az elnevezés volt, az a kategorizálás volt, hogy elhunyt. Mikor a család rákérdezett, hogy miért írja a Rita neve alatt, hogy elhunyt szeméről van szó, akkor annyit írt vissza a bíróság, hogy ez csak egy véletlen volt. És megértem, hogy véletlenek történnek, de mennyire traumatikus ez a véletlen valaki számára, aki már évek óta próbálja megtudni, mi az igazság. Itt tart az eset ma. Köszönöm szépen még egyszer itt a lány testvérének, hogy bemutathatom ezt az esetet. Mindkettőn fontosnak tartottuk, hogy egy magyar közönség is megtudjon mindenről. Annyit még megjegyeznék, hogy igen, mindenkinek más véleménye lesz az esetről, nektek nézőimnek. Egyesek biztosak lesznek benne, hogy balesetről van szó, hegyekben történt túrázás közben, egyesek biztosak lesznek abban, hogy ugye idegenkezűségről van szó. A család ebben a limbóban él már lassan 10 éve. A fontos, amit nagyon-nagyon sok mindenki elfelejt, még azok is, akik ezzel kapcsolatban nyomoznak, hogy az a legfontosabb, hogy a család megtudja, mi történt. És az, hogy ne éljenek ilyen bizonytalanságban többet. Ha veletek történne hasonló, elfogadnátok azt, hogy hát igen, egy baleset történt. Lépj tovább, az életed halad tovább. Nem. Senki nem fog nyugodni addig, ameddig. Ugye meg nem tudják pontosan, mi történik, ha baleset volt, ha nem, ha haza lehet hozni Ritát, ha nem. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Hozzászólás írás közben tartsátok észben, hogy Rita családja el fogja olvasni a véleményeiteket, légy szíves. Ha bármilyen információt tudtok az esetről, felvehetitek a kapcsolatot úgy a budapesti rendőrséggel, mind az osztrák rendőrséggel, írhattok az Interpol oldalára, írhattok az e-mail címemre is akár, amit megtalálhattok a leírásban. Nyilvánvalóan legyetek tisztelettudók minden esetben, tudom, hogy azok lesztek, csak itt extrán akarok, még egyszer akarok szólni, mert ugye a család biztosan meg fogja nézni ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, azt is, hogy türelmesek voltatok velem. 2 hónapig nem voltam YouTube-on, és ugye nagyon sok minden változott az életemben, és gondolom a tiétetekben is, de ismétlem köszönöm, és találkozom következő videóban. Sziasztok!